Hello internet népe! Üdv Dubrovnikból, Horvátországból! Ebben a videóban azt akarom nektek elmondani, hogy körülbelül mi történt itt az első pár nap ebben a digitális nomád programban, ahogy ismerkedtünk a csapattal és hova vittek minket. Mennyire kemény, abból a lakásból ledobtak ide két deszkát, meg valahogy odaerősítettek egy kerítést, és már is kert kapcsolatos. Zseniális. Hello, még egyszer, ugye én Nagy Zoltán vagyok, digitális nomád, az online dolgozom, online keresek pénzt. Ez egy videósorozat része, és annak is a második epizódja, tehát ha nem láttad az elsőt, akkor érdemes majd azt is megnézed, mert abban már nagyjából összefoglaltam, hogy mi is ez a digitális nomád program itt Dubrovnikban, ami egy hónapig tart, és igazából az első egy-másfél heten vagyunk túl, és szeretném összefoglalni, hogy mi történt az első pár napban. A városról tervezek csinálni egy teljesen külön videót, de gondoltam, hogy azért így megmutatom, hogy megemlítem nektek, hogy nézzétek, milyen kellemesen üres. És hát ez azért van, mert hogy május eleje van, még nincs szezon, meg nyilván vírus helyzet, úgyhogy ez nem feltétlenül mindig így néz ki. De minden esetre most nagyon-nagyon élvezhető. Néhány háborús emlék is maradt itt azért, sajnálatos módon, de meglehetősen jó állapotban maradt a város. Erről majd beszélünk, nagyon érdekes, hogy honnan látszik az, hogy itt volt háború. Tudni kell, hogy ugye mindenféle feladataink vannak itt, és két szálon futnak. Az egyik, minden pénteken vannak ilyen úgynevezett workshopok, ahol együtt dolgozunk azon, hogy kidolgozunk egy programot, ami jó a város lakóinak, meg a digitális nomádoknak, tehát ami elősegíti majd azt a jövőben, hogy hosszabb távú utazók érkezzenek ide a városba. Ugye erről beszéltem már az első videóban. A másik szál viszont tök érdekes, ott viszont úgy 10 embert választottak ki ebben a csoportban. És mindenkinek van egy párja, az én párom Marley, aki egy nagyon-nagyon kedves texasi hölgy, aki a párjával érkezett ide Jeffel, és voltak már itt korábban Dubrovnikban, érdekes, hogy egy amerikai sokkal jobban ismeri ezt a helyet, mint én, aki a szomszédos országba jöttem. És kaptunk egy feladatlistát, amit meg kell csináljunk, és ebből az egyik feladat az például az volt, hogy keresni kell egy helyet, ahol tudunk enni desszertet és valami helyi finomságot kell megennünk, és írnunk róla a riportot. Vagy pedig keresnünk kell egy olyan kávézót, ahol jó az internet, és tudunk dolgozni, mondjuk, mint digitális nomád. És amúgy ez nem egy nagy kihívás, mert itt a belvárosban például ingyenes internetet ad a város, ami annyit jelent, hogy baromi jó net van, sokkal jobb a net, mint mondjuk otthon a wifi-s net a szállásunkon, ahol lakunk. 30 megabit per szekundum föl le, és teljesen ingyen van, csak rámész a belvárosban a wifi-re is kész. Ilyen feladataink vannak még, hogy próbáljuk ki a tömegközlekedést, vagy keressünk egy konditermet, és nézzük, vagy kérdezzük meg, hogy mennyibe kerül mondjuk a bérlet, meg beszélgessünk helyi emberekkel, és faggassuk ki őket, hogy mit gondolnak a turistákról, a digitális nomádokról, menjünk el fodrászhoz, tehát hogy így igazából tök fun az egész, és teljesen ingyenesen tudunk közlekedni a buszon, és a helyi Telekom meg támogatott minket egy korlátlan adatforgalmú SIM-kártyával, hogy mindig haza találjunk. Trónokharca rajongók, figyelem, az ott a szégyen lépcsője, amin az egyik főszereplőnek kellett mesztelenül fölmennie, és hát nagyon szeretjük a mesztelen nőket, úgyhogy ez egy nagyon híres jelenete lett a sorozatnak. Mi jobbat lehet csinálni egy várárokból, mint egy játszóteret a gyerekeknek? Jenny. Ugye pénteken érkeztünk meg, és akkor volt egy közös vacsora, ahol már elkezdett így megismerkedni a csapat, és hogy jól összemelegedjünk, elvittek egy egész napos kirándulásra minket, Konavle megyébe, vagy ez egy régiója, azt hiszem, Horvátországnak, itt nagyon-nagyon délen. Két helyre is vittek, az első számomra nem volt annyira érdekes, ez egy helyi festőnek a szülőháza volt, láthatok a festményeit, meg hogy ugye hol élt, viszont a második volt szuper érdekes is. Már csak azért is szuper érdekes volt, mert ez a Konavle megyei múzeum volt, ami elsősorban a korabeli ruhákat mutatta be, hogy hogy öltözkedtek a nők, meg a férfiak, elsősorban a nők,
hogy hogyan csinálták a saját ruháikat meg, és ha nekem valaki azt mondja, hogy ezzel engem le lehet nyűgözni, akkor valószínűleg kinevettem volna, és tátott szájjal néztem, hogy hogyan öltözködtek akkoriban ott a nők, és hogy ennek milyen története van, és ott fel is vettem nektek egy kis jelenetet. Dubrovnik környékén vagyunk, és szuper érdekes, itt teljesen lent délen olyan tradicionális ruhák voltak a nőknek, amit ők maguk készítettek nagyon-nagyon fiatalon, és minden egyes életszakaszukra külön ilyen mellkas, meg nyaki díszeket, meg fejdíszeket kellett csinálniuk saját maguknak, és ez mutatta azt, hogy milyen anyagi helyzetben vannak, házas, elvált, özvegy, egyedülálló, munkába megy, a templomba megy, mindent tudtál a nőről, amikor meglátta, csak az alapján, hogy milyen díszítés van a ruháján, illetve a fején. Szuper érdekes. Ma erre használjuk a Facebookot. Ehhez kiegészítésként még annyit mondanék el, hogy a helyi lányok, mert nagyon-nagyon fiatalon elkezdték készíteni a saját ruháikat, illetve hát ezt a mellvédőt, hogy a megfelelő pillanatban ez biztosan elkészül, mert ugye ez elég hosszadalmas folyamat volt, és saját maguk otthon nevelték a sejem hernyóikat, mint valami kis háziállat, kis kutya, kis cica, és mindenkinek volt. Nem vagyok benne biztos, de gyanítom, hogy nem őshonos itt a sejem hernyó, úgyhogy nyilván itt próbálták ugye szaporítani is őket, és kézről kézre adni, hogy biztosan mindenkinek meglegyen a megfelelő mennyiségű sejem a ruhájának az elkészítéséhez. Mennyire menő már! És ha emlékeztek, posztoltam egy képet, ami amúgy a fotós tanfolyamban is benne van, most a haladók ebből tanultak, ebben a májusi hónapban, vagy tanulhatnak. Emese ott állt, mint egy szuperhősnő, itt van ez a két, nem is tudom micsoda, és a város, meg ez az ikonikus szikla, ami ennek a városrésznek, ami itt van így a várfal mellett, ennek a jelképe, mert hogy ez védte meg a hajókat a hullámoktól, ha jól tudom, ezt egy helyi csóka mondta el nekem, szóval itt készült ez a fotó. Annyira menő hely, és rajtam kívül nincs itt senki. Amúgy a hatalmas rockstárok vagyunk itt, tehát tényleg egy csomóan akarnak támogatni, el is vittek még minket ugyanazon a hétvégén egy ilyen naplementés buszozásra, egy kábriobuszokkal, ezt az előző videóban is említettem, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és ami szerintem ilyen kötelező dolog, hogyha jöttök ide Dubrovnikba, ott a várfalon körbe vezetett minket egy guide. És nagyon érdekes úgy is a várfal, hogyha csak fölmész és mész egy kört, ezt majd ki fogjuk tárgyalni jobban abban a videóban, ami a városról beszél, de ha van egy olyan ember, aki el is mondja nektek a sztorit, hát valami szenzációs. Egy szó mint száz. A kilátása a városfalról, a városra brutálisan jó. Az egyik felén ugye aztán rengeteg háztetőt látott, tehát hogyha ilyen háztető fetisista vagy, akkor is kötelező állomás. A másik feléről pedig ugye inkább belátsz így az udvarokba, a kiteregedett ruhákhoz, ilyesmi. Az meg egy teljesen másmilyen élmény. Brutál, hát hogy tényleg, ha itt vagytok, ne hagyjátok ki. A következő epizódban pedig egy szigetre fogunk ellátogatni, ahol egy hosszú hétvégét, két éjszakát töltöttünk el, és ha minden igaz, Marco Polo szülő városában, vagy falujában, városában jártunk és aludtunk, és még egy csomó mindent felfedeztünk, ettünk, ittunk, rengeteg bort kóstoltunk, meg sajtot, meg mézet, úgyhogy erről fog szólni a következő videó, ott is tartsatok majd velünk. Nagyon köszönöm, hogy ezt is végignéztétek, és a következő videóban találkozunk. Végnapot!